Kihelyezett oktatási napokon vesznek részt az Oroszlányi Hambas Béla gimnázium diákjai a tatai laktanyában. Egy 2014-ben kötött szerződés alapján az alakulat elméleti és gyakorlati foglalkozásokkal támogatja az iskolában oktatott katonai alapismeretek elnevezésű tantárgyat. Amikor kiszabadulnak egy kicsit az iskolapadok közül, illetve az iskolaterem fogságából, akkor itt a laktanyai körülményei között sokkal jobban érzik magukat. Van, aki aktívabban vesz részt a tevékenységben, van, aki csak azt mondom, hogy kényszerből. 14 éves korban még az ember nem igazán tudja, hogy mi szeretne lenni. Én szerintem a média hatására, illetve esetlegesen személyes vagy családi tapasztalatok alapján látják azt, hogy katonák, illetve a rendvédelmi egységeknél dolgozók mit csinálnak, megtetszik nekik, és így kerülnek kapcsolatba, keresik azt az iskolát, ahol ezeket a tantárgyakat oktatják. Próbáljuk színesíteni a foglalkozásokat. Az iskolában alapvetően elméleti foglalkozások vannak, bár hál' Istennek ugye laktanyával olyan szerződésünk van, hogy ha kérjük őket, akkor előadókkal, különböző előadásokkal színesítik a mi úgymond szürke hétköznapjainkat, illetve amikor kijövünk ide, illetve más helyekre ellátogatunk a laktanya segítségével, akkor pedig a gyakorlati dolgokat is meg tudják tapasztalni. A gyakorlati foglalkozásokon lényegesen lelkesebbek a tantermi foglalkozásokat, mint azt a gimnáziumban is végrehajthatják. Itt viszont a gyakorlati foglalkozásokon nagy tapasztalat az, hogy mindegyiket 100%-osan pozitívan állnak hozzá, és nagyon élvezik ezeket a foglalkozásokat és gyakorlatokat. Ez az első akadálypálya végrehajtás, úgyhogy mi is csak most mérjük fel, hogy mennyire nehéz nekik. Gyakorlat kell minden egyes akadályelem leküzdéséhez. Most ez az első alkalommal csinálják, ahogy én láttam, ezt elég jól csinálják, úgyhogy megoldják mind az előző feladatokat is. A fiatalok között van olyan is, aki már most céltudatosan katonai pályára készül. Igazából a Magyar Honvédség soraiban szeretnék szolgálni. Eddig a harckocsizás vonzott, most már az egészségügy, mert harckocsisnak túl magas lettem. Hát igazából egész életemben érdekelt a rendvédelem, a honvédelem és az emberek megmentése. A tatai dandár állománya igyekszik mindent megtenni azért, hogy a katonai alapismeretek tárgyat érettségi tárgyként választó diákok ne csak elméleti, hanem gyakorlati tapasztalatok birtokában kezdhessék meg érettségi vizsgájukat. Az oktatási héten összesen 25, 9 és 10. évfolyamos diák vett részt.